hogyan látja a hazai távközlési piac helyzetét? Hát én azt gondolom, hogy van nagyon sok pozitív dolog, és hát van egy pár kihívás is előttünk. Alapvetően pozitívnak tekintjük azt, hogy maga az iparág az rettenetesen dinamikusan fejlődik, és hát azt látjuk, hogy idézőjelben gyorsabban futunk, mint egy pár egyéb iparág, akikkel ugye versenyzünk a forrásokért, hiszen itt alapvetően verseny van, a emberek pénztárcájával versenyzünk, és ma azt látjuk, hogy nagyon sok esetben sok fiatal is akár lemond egy farmerről, vagy elmegy egy moziról, és inkább befizeti a telefonszámáját, vagy egy okos telefont vásárol. Tehát ilyen szempontból azt érezzük, hogy azért van egy ügyfélkörünk. A mobil internet, ami ugye rettentően intenzíven fejlődik gyakorlatilag minden szolgáltatónál, nekünk ugye hamarosan gyakorlatilag teljes országot lefedettségünk lesz. Valahol meg tudtuk csinálni most már azt, hogy amiről korábban is beszéltünk és álmodoztunk, hogy minden információ mindenkor és mindenhol elérhető lesz. Tehát ezekkel az új okostelefonokkal vagy tabletekkel teljesen mindegy, hogy hol vagyunk és mikor vagyunk. Lehetünk egy útszélen, egy vonaton, egy metróba, egy erdőben, mindent fogunk tudni használni. Tehát ez az olyan lehetőség, amit nagyon sokan egyre inkább kihasználnak. Nyilván valami se tagadhatjuk, hogy látjuk azért azt, hogy az embereknek lényegesen kevesebb pénzük van, amit el tudnak költeni vállalkozásoknak is. Tehát ilyen szempontból az egy piac szűkülést érzünk, ami nem jó, de hát ez a mai realitás az egész világon. Mi a véleménye a negyedik mobil szolgáltató piacra lépéséről? Azt gondoljuk, hogy egy nagyon nehéz, nagyon kemény terepen kell elindulniuk, nem irigyeljük őket, tehát egy 112%-os penetrációi piacon, ahol az árak rettentően nyomottak, most már nemzetközi kitekintésben is Magyarországon nagyon alacsonyak az árak, tehát itt kell azért talpon maradniuk komoly beruházásokkal. Én azt gondolom, hogy ez egy szép nagy feladat lesz, de hát nagyon sok jó szakember van Magyarországon, én azt hiszem, hogy biztos, hogy fognak támogatni egy félkört és megfelelő szolgáltatást, tehát mi alapvetően sok sikert kívánunk nekik, persze a felügyeket majd legyőzni a versenyben, de igazából egy újabb versenytárs érkezett a piacra, amitől valószínűleg valami fajta piaci érdeklődés is várható. Az ügyfelek szempontjából miben különböznek a Tesco Mobilhoz hasonló virtuális szolgáltatók? Azt gondolom, hogy itt a Tesco Mobil esetében azért van egy nagyon fontos extra pont, hiszen általában egy ilyen virtuális mobil szolgáltató általában egy ügyfélkört valamilyen szinten megszólít, és speciálisan vagy egy etnikumot, vagy egy területi lefedettséget, vagy egy korosztályt. A Tesco esetében ugye ez arról szól, hogy a Tesco az országban nagyon komoly üzlethálózattal rendelkezik, és nagyjából most olyan, úgy tudom, hogy másfél millió olyan ügyfelük van, akinek van egy úgynevezett Tesco lojalitás kártyája, hűségkártyája, ami minden egyes Tesco vásárlás után extra pontokat kap és gyűjt, és az alap koncepció a Tesco Mobilnak az, hogy arra veszik rá az ügyfeleket, hogy ezek az lojális ügyfeleket, hogy ezek a kártyákon gyűjtött pontokból Tesco Mobil szolgáltatást vásároljanak, tehát nekik számunkra mindenféleképpen ez egy olcsó dolog, és ez egy elég zárt kör. Tehát úgy tudom, hogy kb. Hetente 3 millióan fordulnak meg a Tesco boltokban, ami szintén egy nagy szám, de az alapvetően a másfél millió hűségkártyás Tesco Mobilost szólították meg, akik nagyon sok információt tudnak, hiszen egy hűségkártyához nagyon sok információt begyűjtenek, tehát nagyon sok információval rendelkeznek, és hát ugyancsak egy pár nap telt el az indulás óta, de egyetlen problémát érzékelünk, azt nem tudunk eleget szállítani elég szimkártyát, de hát azért ezt majd valahogy megoldjuk. Számíthatunk további virtuális szolgáltatók megjelenésére? Én eléggé szkeptikus voltam ezzel szemben, de mondom, most látva, hogy a Tesco Mobil elindult, és amilyen sikeres, tehát hogyha ez tényleg ilyen sikeres marad, akkor szerintem sok egyéb szolgáltatnak meg fog érni az étvágyat. We'll be right back.